Mi mama, mi anyagot kér, ez az, jöjjön a kék, ha mi papa, papírokkal ér. Még az Alma Együttes is a szelektív hulladékgyűjtésről énekelt a gyerekeknek a hétvégi szelektív szombaton. Az EAK minden évben több akciót hirdet külön a gyermekek és külön a felnőttek részére, ez a rendezvény viszont közösen az egész családot szólítja meg. Volt memória, tábla, puzzle, labirintus és szelektáló verseny is, de még csapatépítő feladatok is várták a családokat a Kossuth téren. Nyíregyháza megyei jogúváros önkormányzata a környezetvédelmi alapból támogatja már hosszú évek óta a szelektív szombat megszervezését. 13. alkalommal rendezik meg idén, és hogy miért van rá szükség, a mögöttünk bent a Kossuth téren családok, több száz család egy remek programot élhet át egész nap, és ami a legfontosabb, a társadalom alapjaként a család, a gyermekeinket tudjuk nevelni így a környezettudatosságra, a szelektív hulladékgyűjtésre, hiszen fontos, hogy ne csak az intézményeinkben történjen ez a fajta nevelés, hanem már a legalapvetőbb részben a családban is a kicsiket erre, és a kicsik által magunkat is erre neveljük és szoktassuk. A játékokat úgy építették fel, hogy a helyes hulladékgyűjtés gyakorlatát tudják elsajátítani a különböző állomásokon a résztvevők, ezért is nevezi ezt a napot a hulladékgazdálkodás és a környezetvédelem ünnepének a szervező Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Szombaton a jó idő is adott volt, a színpadi fellépők pedig folyamatos szórakozást kínáltak azoknak is, akik épp sorban álltak egy-egy játék előtt. A szórakozás mellett egy komoly célt is szolgál a rendezvény, gyűjtsünk szelektíven, próbáljunk minél környezetbarátabb módon élni és csökkenteni a szemét mennyiségét. Mérni azokat az adatokat lehet, amit mi kint a hulladékkezelő üzemben mérünk is, az pedig a hulladék mennyisége. És az összhulladék mennyiség növekedésével a szelektív hulladék, szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék mennyisége növekedik, és a vegyes hulladék mennyisége pedig vagy stagnál, vagy éppen csökkenő tendenciát mutat. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó jel, hogy a nyíregyházi lakosok és a megye lakosai is környezettudatosak, és igénybe veszik azt a szolgáltatást, amit mi nyújtunk nekik, mert részünkről minden feltétel biztosított arra, hogy valaki, hogyha szelektíven szeretne gyűjteni, ezt meg is tudja tenni. Gondolok itt a hulladékudvarokra, gondolok itt a szelektív hulladékgyűjtő szigetekre, a közterületeken, valamint a házhoz menő járatokra, mert zöld hulladékot, szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékot, vegyes hulladékot tudnak külön gyűjteni már házhoz menő járattal. Az idei évben már második alkalommal szervezik meg a házhoz hívható lomtalanítást is a társaságnál. Ez a lehetőség a városképre is pozitív hatással van, tette hozzá Petru Árpád cégvezető.